Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Hazaérkeztek a különleges mentőcsapatok a földrengés sújtotta Törökországból. Vármegyénkből is többen segítettek a tragédia helyszínén. Erről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Új rektor, dr. Szabó György a Nyíregyházi Egyetem új vezetője. Ebb jelöltek, járőr és kereső kutyákat vásárol a NAV. Életmentők, a Vármegyéből is segítkeztek Törökországban. Megválasztották a Nyíregyházi Egyetem új rektorát. Az intézmény új vezetői pozícióját dr. Szabó György látja el a továbbiakban. Az új rektort első alkalommal köszönhetjük itt nálunk. Jó estét kívánok! Köszönteném a tisztelt nézőket! Minden esetre szívből gratulálok a kinevezéséhez. Kérném, hogy egy rövid pár mondatban a fontosabb pontjait az életpályájának mutassa meg nekünk, hogy hogyan került ide, és ez hogyan illeszkedik az eddigi életpályájába. Nem egyszerű. Kisebb kanyarokkal landoltam én. Nyíregyházán 50 évvel ezelőtt lettem hűtlen a megyéhez. Demecserbe születtem 50-es évek végén, általános iskola, majd utána egy szegedi kitérő következett, ott jártam középiskolába. A természet iránti vonzalom erdészé irányított, de közben a előző benyomások, a természettudományok, matematika, fizika egy kicsit módosította a életpályámat, és a Budapesti Műszaki Egyetemen kötöttem ki, ahol közel 4 évtizedet töltöttem, mint építőmérnök. Viszonylag széles területet fed le az én szakmai, tudományos és üzleti tevékenységem, hazai, nemzetközi kapcsolatok és egy olyan furcsa keveréke alakult ki az én munkámnak, ahol a szakma, a vállalkozói világ és a tudomány hazai és nemzetközi kooperációját próbáltam meg elősegíteni. Remélhetőleg a Nyíregyházi Egyetemen is erre lehetőségem lesz. Ez lenne az, amit én a térség számára felajánlani tudok. Mondhatjuk, hogy egy nagyon komplex, vagy ha úgy tetszik, multifokális lencsén, szemüvegen keresztül tudja... Szó szerint ez multifokális. Tudja tekinteni akár a Nyíregyházi Egyetemet is. Hogyan látja ennek az egyetemnek a jelenlegi helyzetét, és miben látja a lehetőségeket számára? Hát, néhány nap alatt felületlenség lenne komolyabb elemzésekbe belebocsátkozni. Azért már a tavalyi évben is fél szemmel vizsgáltam az egyetemet, nem beszélve arról, hogy a megyében élő családtagjaim, testvéreim, unokatestvérek, unokák, Sisere-Hada látogatta a Besenyei és az MG intézményeit, így, ha másra nem, diplomaosztókra hivatalos voltam, tehát szakmai kapcsolatom nem volt a Nyíregyházi Egyetemmel. Összességében, ami megdöbbentő volt, ez a hihetetlen nagy hallgatói létszámcsökkenés, a bolonyai transformációt nem sikerült jól bevezetni, ez nagyon sok intézménybe konfliktust okozott, mind a mai napig rendezetlen a hagyományos német elvű felsőoktatási képzés és a bolonyai elvű, inkább az angol száz világban dominált képzéseknek a sajátossága és a helyzete, és egy furcsa, ha szabad így fogalmazni, rossz kompromisszum működtette az elmúlt évtizedekben a magyar felsőoktatást. Amin változtatni szeretnék és kellene, az a hagyományos akadémiai világ és a munkaerőpiac közötti sokkal hatékonyabb, egymás segítő kapcsolatrendszernek a kiterjesztése, az egyetemnek, mint a térség szellemi oszlopának oda kell figyelni a térség munkaerőpiaci igényeire, olyan szakmába kell, olyan minőségű diplomákat kibocsátani, ami nagy mértékben segíti a térség felemelkedését, a nagy hozzáadott értékű tevékenységek széles köre jelenjen meg az egyetem kínálati portfóliójában. Természetesen ez az kell, hogy a megye biztosítsa azt a professzionális foglalkoztatói hátteret, ami a helyben maradást segíti, hiszen jelenleg nagyon jelentős a megyéből
a kiművelt emberfőknek az elvándorlása. Talán ez a legnagyobb veszteség. Ezek a törekvések az utóbbi talán egy évtizedben már megjelentek az egyetemen, voltak ilyen törekvések, ugye eleve alkalmazott tudományok egyeteminek apostrofálta magát az intézmény. A duális képzést igyekeztek minél szélesebb körben bevezetni. Mi az, amit ezekből ön szeretne meghagyni, erősíteni, illetve mik azok az új elemek, amivel ezt az irányzatot szeretné továbbfejleszteni? Tehát itt nem tabula rasáról van szó, Isten őriz, hogy valaki arra gondoljon, hogy ide jön valaki és szétrombol mindent, és a romokon akar építkezni. Szinte minden tevékenység, amit az egyetem végzett, a 12 intézetünk, a pedagógus továbbképzés, mind nagyon fontos, megerősítendő. Ami nagyon fontos lenne, a különböző területek közötti horizontális kapcsolatoknak és az ipari lábaknak, a térségi kisugárzásnak a növelése. Az, hogy van egy művészeti képzésünk, az, hogy van sport, rekreáció, zenei professzionális képzés, a pedagógus képzés, műszaki képzés, agrász képzés, de ezek ne vertikális silókba működjenek, hanem minden egyetemi polgár a 21. század tudásával, eszközrendszerével felvértezve kerüljön ki. Egy kockafajú matematikus is és informatikus is az alapvető értelmiségi műveltségi készséget szívja itt magába, ha 18 évesen ide kerül, úgy nőjön fel, hogy ez neki igénye legyen. Ugyanígy a egészséges élet, az életmód, a mozgás. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy egy egyetemnek az a dolga, hogy csak a szürke állományt növeljük, és ilyen nagy szögletes kockafejű emberek pottyanja ki a túloldalt, de ha nem tanul meg magára vigyázni, az egészségére, az életmódjára, akkor az az átok fog ugye itt Szabolcs-megyén is eluralkodni, ami nagyon sok térségben jelentkezik, hogy középkorú emberek igen rossz életminőségben, rossz egészségi állapotban élnek, nagy veszteség ez a családjuknak, saját maguknak és a magyar államnak, aki az ő képzésüket fizette, és elveszítünk egy értékes embert azért, mert a kardiovaszkuláris betegségek vagy bármilyen életmódbeli dolog kiszorítja őt a munkaerőpiacról, nem lesz képes helytállni. Vannak erre már konkrét elképzelései, vagy ezt majd most fogják kidolgozni, hogy hogyan próbálja ezt a szemléletet? Nagyobb átjárhatóságot gondol az egyes szakok és tantárgy felvételek terén, vagy külön projektek, programok keretében szeretné ezt a vonalat erősíteni? Korai lenne itt néhány nap után hatalmas forgatókönyvekkel házalni. Azt mondanám, hogy tanuló üzemmódban vagyok, amire nekem szükségem van, és a kollégákat számtalan körbenre felhívtam, hogy itt van egy tanulóvezető, tessék engem mentorálni, ahhoz, hogy amit én képviselni tudok, és az a kapcsolatrendszer, tudás, technológia, amit meg tudok mozdítani, jó irányba induljon el, ahhoz tudnom kell, hogy mi a diagnózis. Úgy kell ezt elképzelni, mintha egy 50x-es felnőtt ember elmegy egy általános menedzser kivizsgálásra, mielőtt elkezdjük kezelni azért a diagnózist, várjuk már meg. Mi az, amivel vonzóvá szeretné tenni az egyetemet a hallgatók számára? Azzal indítottuk a beszélgetést, hogy drasztikusan csökkent a hallgatói létszám. Igen. Illetve a bentmaradás, mert igen, ugye ez igen. Még egy másik hát, súlyos probléma, hogy annak, hogy nagy a lehozódás. Három problémát is érintettünk. Nagyon fontos lenne azt tudatosítani, hogy nagyon kevés ilyen kampusz van, még Európában is, Magyarországon is, mutatóban van még néhány, ahol egy helyszínen, egy ilyen csodálatos zöld környezetben minden infrastruktúra, a sport, kulturális lehetőségektől kezdve, szomszédva a sóstói erdő, tehát egy nagyon élhető, nagyon jó környezet, az egyetem kollektívája minden hallgatót egyénként, emberként kezel és fogad, támogatja, nagyon vigyázunk rá, hogy ne mozsolódjon le. Ez azért elég nehéz ügy, hiszen nagyon sok hátrányos családi háttérű hallgató van a hallgatóink között, és esetenként az anyagi ellehetetlenülés miatt kénytelen a
tanulmányait megszakítani, vagy halványabban teljesíteni, de minden hallgatónak, aki ide megérkezik, nem csak egy palatáblát adunk egy szénnel, hanem egy professzionális üzleti notebookot, a kollégium mindenki számára elérhető, az összes sport, rekreációs, kulturális szolgáltatást a hallgatók számára biztosítani tudjuk, amit a nagyon nagy nevű budapesti vagy nyugat-magyarországi egyetemek hallgatói csak súlyos pénzekért érhetnek el, tehát ez egy hihetetlenül nagy támogatás. A mentorálási rendszerünk is egy olyan, hogy a sokszínűséget és a sokféleséget és a heterogenitást megpróbálja kezelni. Ne veszítsünk el hallgatót azért, mert társadalmi, gazdasági, családi tragédiák nehezítik az életét. Próbáljuk meg bent tartani, és egy nagyobb hozzáadott értékű piaci környezetbe működőképességgel felruházni. Az alapítványi fenntartás az ad nagyobb mozgásteret ebben az egyetemnek? Tehát, hogy ezeket az anyagi hátterű lemorzsolódásokat tudják esetleg segíteni? Hát egy kicsit kétélű ez a dolog, mert amikor ugye az alapítványi modellváltás elindult, akkor létezett még a madzag és a méz rá volt kenve, most már sem madzag, sem méz, tehát az európai források ellehetetlenülése, ez a viszonylag furcsa hidegháborús szituáció a magyar kormány és Brüsszel között megnehezíti, hogy nagyívű tervekről, és mindig pénzről van szó, tehát hogy legyen erőforrás, erről nem nagyon tudunk beszélni, de jelentősen nagyobb mozgástere van az alapítvány egyetemeknek, a munkatörvénykönyve játékszabálya szerint működik, nem a közalkalmazotti törvény. Esetenként megdöbbenek azon, hogy ugye itt a megélhetési költségek talán szolidabbak, mint Nyugat-Magyarországon vagy Budapesten. A kollégák egy része úgy gondolja, hogy ő alul fizetett és nevetséges bérért dolgozik, ez nem így van. Nagyon jelentős jövedelemrendezés történt az alapítványi modellváltás időszakába. Talán vissza kellene állítani, szabad így fogalmazni, a munkának a becsületét, hogy tegyük oda magunkat, közös érdek, hogy az egyetem, mint intézmény működőképessége megmaradjon, mert ha túl sok potyautasunk van, mondjuk egy nagyobb szervezet el tud viselni egy-két társadalmi, családi vagy egyéni problémák miatt nehezebben teljesítő versenyzőt, de ez az arány úgy felborul, hogy 90-10 és nem 10-90, akkor magunk alatt vágjuk a fát. Tehát a kihívás az nem az, hogy megmagyarázzuk, hogy miért nem teljesítünk, a kihívás az, hogy annak ellenére, hogy nehézségek vannak, megtanulunk együttműködni, együtt dolgozni, tudomásul kell venni, hogy nagyon nagy értéke van annak, hogy ez egy élhető város, Nyíregyháza, áttekinthető, az egyetem egy áttekinthető, belakható, nem egy falanszterbe millió, nem New Yorkba veszlünk el, hanem oda tudunk egymásra figyelni, és amit ugye a 20. század végén megtanultunk, az elidegenedés, a globalizáció, itt nem kell, hogy ennek a káros hatásai érvényesüljenek. Kis közösség vagyunk, össze kell fogni, és itt ugye nem érvényesül az a matematikai igazság, hogy egy meg egy meg egy meg egy meg egy az négy. Ha négyen mi egy irányba húzunk, akkor az 100 lesz, és nem négy. Tehát ezt kellene megtanulnunk. A kooperáció, együttműködés, egymás támogatása, és közösen sokkal többre tudunk jutni, mint bármilyen okos, izolált, egyedi, zárványba burkolózott tudós. Az egész mindig több, mint a részek összessége. Igen, köszönöm. Rektor úr, nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és sok sikert kívánunk a munkájához. Szükségem lesz a ilyen támogatás, hogy hitet adjanak nekem, és hogy én is hitet tudjak adni a egyetemi polgároknak és a térségnek. Köszönjük szépen.
Ismét vásárol olyan kutyákat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amelyek szakszerű kiképzés után szolgálatba állhatnak. Ezúttal kereső és járőrkutyákra is szüksége van a szervezetnek. A felhívásra e-mailben lehet jelentkezni, majd a hivatal felveszi a kapcsolatot azokkal, akiktől második konkrét ajánlatot is kér. A sikeres keresőkutya jelöltek először 21 napos próbaidőre kerülnek a kiképzőkhöz. A NAV munkatársai előveszik a gyakorló cigarettát a bőröndből, hogy azt valahol a sóstói erdőben elrejtsék. Ezt pár perc múlva Kodának kell megkeresnie. Őt tavaly elsőként képezték ki zöld határ ellenőrzési feladatokra. Érkezik is az alig 2 éves kan, aki egy kis szimatolás után hamar nyomra akad, és azonnal szeretné megfogni a zsákmányt. Még gazdája határozott utasítása szükséges, hogy széttépés helyett először hangadással jelezze, megtalálta a keresett anyagot. És valóban oda rejtették el a korábban már lefoglalt ukrán cigarettát. A sikeres felderítés után pedig jöhet a jól megérdemelt játék a labdával. Kodát ezzel lehet a legkönnyebben motiválni, most már szépen játszik és szót fogad, de ez nem volt mindig így. Ő egy rettenetesen erős ösztönű kutya, és úgy, amikor megszerezte a zsákmányt, ebbe az esetben a labdát, akkor tőle mind a mai napig nagyon nehéz megfosztani, nagyon, nagyon birtokolja. És az elején ez úgy nézett ki, hogy amikor sikerült tőle elvenni a labdát, akkor ő ott harapott meg engem, ahol ért. És ugye erről le kellett őt szoktatni, gyere ide, erről le kellett őt szoktatni, és tehát ez komoly nehézségeket okozott, hogy bizonyos feladatokat, tehát elindul egy feladat, a feladat közben is kell ugye jutalmazni. És akkor sokáig megálltunk, mert nehéz volt tőle elvenni a labdát, nehéz volt tovább lépni, de most már az hál' Istennek sikerült orvosolni. A NAV-nál jelenleg 48 aktív kutya van, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kirendeltségben pedig Kodán kívül még 12 kutya teljesít szolgálatot. A korábbi évekhez hasonlóan idén is közzétett egy felhívást a hivatal, hiszen újabb kereső és járőrkutyákkal bővítenék az állományt. A stratégia szerint 2025 végére elérik, hogy 65 kutya teljesítsen szolgálatot. A kiválasztási eljárásokat követően, ami tulajdonképpen egy 13 feladatsorból áll, azok a kutyák, akik kiválasztásra kerülnek és megbirkóznak az ott támasztott követelményekkel és feladatokkal, egy 24 hetes képzésen vesznek részt, ezt már Budapesten a kutyaképző központunkban. Itt a kutyának feladata az is, hogy megtalálja a hozzá közel álló kollégát, akivel együtt tud dolgozni, és ezeken a képzéseken megteremtjük azokat a lehetőségeket, amelyekkel egyébként a kutyák az adott szakterületen találkozni fog. Különböző képzést igényelnek azok a kutyák, akik mondjuk egy határon teljesítenek szolgálatot, mint például azok a kutyák, akik egy folyam ellenőrzésben például hajón kell szolgálatot teljesíteniük. Az ideális jelölt 10 és 36 hónap közötti életkorú kutya, amelynek jó zsákmány szerző és apportkészséggel kell rendelkeznie, jól szocializáltnak és egészségesnek kell lennie. Nem félhet a mélységben vagy magasban végzett feladatoktól, sem a lövésektől. A kutyavásár részletes kiírását a NAV honlapján találják meg az érdeklődők, a gazdik február 17-ig e-mailben küldhetnek ajánlatot a vásárra. Már több mint 34 ezer halálos áldozata van a Törökországban és Szíriában történt földrengésnek. Az elmúlt egy hétben magyar mentőcsapatok is tevékeny részt vállaltak a túlélők keresésében és mentésében. Vármegyékből is többen a tragédia helyszínén segítettek. Hárman közülük Vincellér Tibor speciális mentő és vele lángos kutya, valamint dr. Pap István orvos van most itt velünk. Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit. Köszöntöm. Mi is köszöntjük a nézőket. Milyen szervezésben kerültetek ki, nem tudom, tegeződjünk, magázódjunk, bármi jó lehet. A Törökországban jártatok. Több mentőegység is kiment Magyarországról, úgy tudom. Tehát, igen, több mentőegység ment ki Magyarországról. Mi a Baptista Szeretett Szolgálat szervezésében, illetve irányításában lévő csapatban vettünk részt, ahol több más mentőszervezet tagjai voltak, mentőkutyásai és kutyái. Innen a megyéből hányan mentek ki? Konkrétan Szabolcs-Szatmár-Vármegyéből mi voltunk hárman, és még a mi egyesületünk 2 tagja a Debrecenből jött ebbe a alakulatba. Mennyi idő alatt verbuválódott össze ez a csapat, és mennyi időn belül sikerült kiérni a helyszínre?
Tehát reggel 8 óra után nem sokkal jött a felkérés Pavelce Lacitól, a Baptista Szeretett Szolgálat veszélyhelyzetkezelési igazgatójától, és gyakorlatilag azon a napon este, hát 6 órakor már a reptéren voltunk. Mennyire rutinos ez a csapat, milyen gyakori, hogy ilyen helyzetekben sürgős segítséget tudtok nyújtani? Hát a csapat egy része több mint 20-25 éve dolgozik már együtt. A távolabbi időszakban nagyon sokszor vettünk részt hasonló akciókba. Most ilyen konkrét kutatómentő feladattal, földrengésnél már nagyon régen tevékenykedtünk. Mi az, amit ott kint a helyszínen láttatok? Hát gyakorlatilag ugyanazt láttuk, mint ami gondolom lemegy a híradóban, tehát pusztulást, romokat, amit ugye nem látnak a nézők, meg nem éreznek, ugye az a rengeteg por, ami a levegőben van, illetve hát a füst, a jajveszékelés, a kiabálás, tehát ezek amik még ugye egy ilyen eseményhez hozzátartoznak, akkor, amikor megérkezünk és amikor látjuk. Hogyan zajlott maga a munka? Én úgy olvastam, hogy a saját ellátásotokat megoldottátok, tehát hogy ott nem nagyon volt már másra a feladat, csak effektíve a mentést kellett végezni. Az elsőként kiérkező holland mentőcsapat segítségével jelölték ki a törökök azt a táborhelyet, ahol a nemzetközi alakulatok táboroztak. Odaérkeztünk meg, tehát először Adama városába mentünk még egy belföldi repülővel, ez olyan 150 kilométerre van attól a helytől, ahol dolgoztunk. Megérkeztünk erre a táborhelyre, felállítottuk a sátrainkat, nagyjából, hogy ne éjszaka kelljen majd ezzel foglalkozni, és akkor ott kaptunk teherautót, amivel akár helyszínre ki tudtunk menni. Mennyire lett eredményes a ti munkátokat? Egy hetet töltöttetek kint? Nem teljes egy hetet töltöttünk. Hát az, hogy mennyire eredményes egy csapatnak a munkája, az ugye mindig több esélyes, de mi tényleg eredményesek voltunk, ugye mivel nagyon a földrengés után nagyon korán érkeztünk. Tehát sosem lehet elég korán érkezni, de tényleg időben ott voltunk. Úgyhogy viszonylag könnyebb dolga van egy ilyen mentőcsapatnak, nem akarom ugye a munkánkat lekicsinni, de minél korábban érkezik az ember, annál több élő személyt tud kiásni, és minél később annál kevesebbet. És találtunk élő személyeket is, találtunk elhunyt személyeket is a romok alatt, és sikerült élve ki is emelnünk személyeket. Hogyan lehet egy ilyen tragédiát, egy ilyen katasztrófát megélni? Milyen tudatállapotban van olyankor az ember? Teljesen más dolog ezt tévén keresztül vagy fényképen látni. Tehát amikor itthon látunk akár mi is egy hasonló helyzetet a világ bármelyik pontjáról, akkor szörnyűködünk, sajnálkozunk, együttérzünk az érintettekkel. Amikor ott vagyunk, akkor van előttünk egy feladat. Akkor feladat van. Amit meg kell oldani. Tehát akkor nem ülünk le a rom előtt sírdogálni a hozzátartozókkal, hanem azt nézzük meg, hogy melyik az az útvonal, amit a legegyszerűbben, a legbiztonságosabban a sérültet mondjuk meg tudjuk közelíteni. Mennyire érzitek sikeresnek ezt az akciót? Hát én úgy gondolom, hogy még soha nem vettem részt ettől sikeresebb akcióban. Miben méred ezt? Hát abban is például ugye, hogy egyrészt, hogy kutyával ki tudtam menni, tehát már eleve a szervezés, és az, hogy így ilyen állapotú személyeket sikerült kivenni, illetve meg is jelölni, tehát a többi mentőkutya sikeres kereséseket hajtott végre, ahol élő személyeket jeleztek. Tehát így összességében szerintem ez volt az egyik legsikeresebb akciónk. Volt olyan földrengés, ahol konkrétan senkit nem sikerült így. Hány kutya volt veletek? Itt van ugye lángos, rettentő okos kutyának látszik. Ő volt egyedül, vagy volt veletek más kutya is? Összesen 8 kutya vett részt a csapat munkájába. És hogyan sikerült ezt úgy a leghatékonyabban megszervezni? Mi volt a módszer? Mármint melyik részét? Hát, hogy 8 kutyával, 10-valahányan voltatok a csoportban? Igen, 18-an.
Tehát gondolom volt egy keresés, meg utána aztán effektíve a mentés, amikor kiástátok a megtalált személyeket. Tehát így ebből a szempontból az én kutyám járt a legszerencsétlenebbül, mert ő dolgozott a legkevesebbet. Mivel a gazdájának a romok alatt volt inkább feladata, és nem a kutyázásban. De bármilyen feladatot kaphattunk volna. Tehát volt olyan földrengés, ahol hiába kimentünk, a kutatást ugye fel kellett függeszteni, de az első segélynyújtási, az egészségügyi ellátási problémák kerültek előtérbe. Itt úgy mentünk ki, hogy akár kutyásként is tudtam volna közreműködni, de itt ebben az esetben erre viszonylag kevés esélye volt az én kutyámnak, mert én többet voltam lent a műszaki mentéssel elfoglalva. Ez a gyakorlatban elnézést úgy történt, hogy a koordinátor csoport, a holland csoport a várost különböző körzetekre osztotta. Egy színes filccel a térképen berajzolta, hogy két körzetet kapott a mi csapatunk. És az volt a feladat, oda megérkeztünk, és akkor vagy az ottani hatóság, vagy már ott dolgozó török mentőcsapat, vagy a hozzátartozók jelezték, hogy ebbe az épületből ez és ennyi számú személy nem jött ki. Vagy hőkamerával jeleztek, hogy ott valami melegebb holtot látnak, ami akár ember is lehet. Vagy a legjobb esetben tudnak kommunikálni a sérülte, beszélni tudnak, hangokat hallanak. És akkor gyakorlatilag az volt a feladata a kutyáknak, hogy pontosítsák azt, hogy a romnak melyik területére, hol kell bemenni, hol van a legközelebbi pontja, vagy egyáltalán igaz-e az információ, hogy ők éreznek élőt, vagy nem éreznek. Na most egy kutya nem kutya, mert hogyha akár pozitívat, akár negatívot jelez egy kutya, akkor egy úgynevezett kontrollkutyát kell a romra felküldeni, és hogyha a két kutyának egyből függő a jelzése, akkor tudjuk azt kimondani, hogy igen, itt élőt jeleznek a kutyák, vagy nem azt mondjuk, hogy nincs élő a rom alatt, azt mondjuk, hogy a kutyáink nem jeleznek élőt. Mert lehet, hogy ott van, csak olyan betemetett üregbe, olyan mélyen van, hogy onnan nem jön ki olyan értékelhető szagminta, amit egy kutya jelezni tudna. Orvosként mi volt a legnagyobb kihívás? Volt-e effektíve orvosi ellátás? Hála a jó Istennek, a csapatban én dolgoztam a legkevesebbet, ugyanis a csapatban senki nem lett beteg, és nem sérült meg senki, illetve hát túlzás, mert egy kutyánk elvágta a lábát, és neki a sebellátásában részt kellett venni, de egy nagyon profi kutyás hölgy segítette, én tulajdonképpen csak asszisztáltam abban, hogy a kutya lábát bekötözze. A csapattagok viszont hál' Istennek mindenki egészséges volt. A kimentett személyek pedig egy részük olyan állapotban volt, hogy nem igényeltek azonnal orvosi ellátást, és sajnos volt két olyan személy, akin gyakorlatilag nem tudtunk segíteni. Élve vettük ki, de utána, mint értesültünk, nagyon súlyos állapotba került. De amikor kivettük, a török mentő autó ott állt az épület előtt, tehát gyakorlatilag időse volt az ellátására, hanem azonnal láthattuk a török kollégáknak, és ők már vitték is a kórházba. Ha lehet egyáltalán különbséget tenni, volt-e olyan, akiért nagyon megszenvedtetek, vagy aki igazán, mondjam azt, hogy a legnagyobb sikerélmény volt, hogy sikerült kiemelni a romok közül? Hát a kettő az nem biztos, hogy ugyanaz, uh-huh. hogy megszenvedtünk érte, és a legnagyobb siker volt. Hát akiért tényleg nagyon megszenvedtünk, az 14 óra munkát igényelt. A török hatóságok elmondták már az elején, hogy nem szabad időt fecsérelni. Minél több élőt ki kell venni, a lehető leghamarabb, legkönnyebben elérhető személyeket kell kivenni. De ezt úgy, hogy valahol alatta van, a lábunk alatt, a romok alatt van valaki, ezt nem tudjuk kívülről megítélni nagyon sokszor. Tehát lehet, hogy a legegyszerűbb módon igyekszünk megközelíteni, de a beszorulás az olyan mértékű, hogy utána ez, mint ahogy az előbb is említettem, két födém átvágás után nagyon könnyen, úgy gondoltuk, hogy nagyon könnyen, ebből idézőjelben szóvicc is lett, hogy megkérdeztek, hogy mennyi idő múlva lesz kint, és azt mondtam, hogy egy óra. És egy óra múlva megint azt mondtam, hogy egy óra. Aztán két óra múlva megint azt mondtam, hogy egy óra. Mert mindig jött egy olyan akadály, egy olyan plusz akadály, ami miatt nem tudtuk azt az egy órát tartani, sőt, mondom, a végén 14 órába került. Én azt gondolom, ebből az egyik legnagyobb pszichés teher, hogy dönteni kell időnként abban, hogy kit mentünk és kit hagyunk. Volt ilyen? Hát, mondjad.
Én szerintem ilyenben most konkrétan nem szaladtunk bele ilyen helyzetbe, hogy valakit ott kellett volna hagyni, és magára hagytuk, vagy sorsára hagytuk. Tehát akiket nem mi vettünk ki jelzések, ott más mentőcsoport, helyi mentőcsoport folytatta a kimentését az illető személynek. Tehát ahogy Tibor mondja, tehát amíg nincs a kezünk között a személy, addig nem lehet azt kimondani, hogy ó, hát felesleges kivenni, mert úgyis élettel összeegyeztetetlen sérülése van. Tehát ezzel a nénivel vagy hölgyel beszélt a fia, hallottuk, ahogy válaszol neki. Hát most akkor hogy még és van még köztünk még két födém. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy jó, hát ez még olyan hosszú idő lenne, hogy úgyis meg fog halni, mire kivesszük. Hová tudjátok rakni magatokban ezt az élményt, amikor hazajön a csapat egy ilyen esemény után? Hogyan dolgozik ez tovább? Hát valahol itt marad a kis szürke állományunkban, hogy kérdezték is tőlem, hogy mi az, ami beleégett a retinádba. Hát van olyan dolog. Biztos, hogy van olyan dolog is egyébként, vagy nem biztos, mert tényleg van olyan dolog, amiről majd csak nyugodtan, majd hónapok múlva fogunk tudni beszélni, vagy én legalábbis fogok tudni erről beszélni valószínűleg. De vannak olyan dolgok, ami nagyon könnyen. Hát ez is egyfajta élmény. Tehát gyakorlatilag van, aki, én úgy vagyok sokszor vele, hogy mindent fel lehet dolgozni, mi oda dolgozni mentünk ki, tehát nekünk ez egy munka volt. Tehát ezt így próbálom meg felfogni, minden jót és minden rosszat. És hát gondolom a megmentett személyeknek a tekintete azért sok mindenben hát segít. Az minden kitüntetésnél, vagy jutalomnál többet ér, vagy az a készfogás, az az ölelés, amit a rokonoktól, ismerősöktől, vagy akár még búcsúzóul az isztambuli reptéren is kaptunk az ottani személyzettől, akik ugye nem voltak közvetlenül érintettek ebbe a dologba, de mégis úgy mondtak köszönetet nekünk, hogy az felért bármilyen kitüntetéssel. Dr. Papp István, Vincellér Tibor, én azt hiszem, hogy minden magyar nevében és a megmentettek nevében is hálásan köszönöm ezt a munkát, amit elvégeztetek. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, akkor többek között a nyírség vízpótlásával foglalkozunk bővebben. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!